Enik, Budapestről jöttem. Internál auditorin. Általánosságban pozitív véleménnyel vagyok az Európai Unióról. Mindenképpen legnagyobb pozitívum az, hogy megnyílt a szabad mozgás joga. Munka szempontjából is, és a diákoknál az Erasmus programot emelném ki. A diákok mind nyelvtanulásból, mind tapasztalatszerzésből sokat profitálhatnak ebből a uniós lehetőségből. És negatívumként mondanám azt, hogy bizonyos információk nem megfelelnek esetleg rendelkezésünkre, és abból negatív dolgokat szűrünk le. Például ez, hogy a gazdaság nálunk visszafejlődött, az például az uniónak tulajdonítjuk, holott nem biztos, hogy ez teljesen csak az uniónak a döntési jogkörébe tartozó dolog lehet. Ugyanígy nekünk a rendszerváltásból adódó gazdasági nehézségeket is sokszor az uniós csatlakozásnak tulajdonítjuk. Hát legelső sorban az televíziós lehetőséget említenem a médián keresztül, az Euronews-t, amit úgy tudunk nézni, és abból információ magyar nyelven és ilyen rövid kis szöveg összefoglalások megjelennek az otthonunkban. Az internet a másik nagy lehetőség, ahol tudnánk kommunikálni. Ott már kicsit nehézkesebb, hogy például nem minden dokumentumot tudok a saját anyanyelvemen megtalálni. És csak angol, vagy pedig a csatlakozó főország, tehát az alapító országok nyelvén találom meg a dokumentumokat. És sajtóban abszolút nem jelenik meg nagyon, tehát én nekem mondjuk jó lenne, ha lehetne esetleg egy Európai Uniós újság, nem csak ez a közlöny, hanem egy ilyen nemzeti újság, amiben minden állampolgár informálódhat egy kicsit többet az unióról. Hát, hogy az unióval hogyan kommunikálunk, ez igazából nem nagyon jelentkezik úgy az állampolgárok életében. Tehát erről nem is nagyon tudok én sem, mert van az uniós felület, amin gondolom, hogy lehetne véleményt alkotni az unióról, de most egyetlen egy ilyen lehetőségünk volt, ez a közvéleménykutatás, amikor az unióval kommunikálni, az unióról véleményt alkothattunk, de igazából nem nagyon tudok erről én sem személyesen sokat, hogy miként tudnánk kommunikálni az unióval.